Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Iker Lang szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Mirjen számára. Kedves Mirjen, üdvözöllek téged, ez a te videód, és kezdeném azzal, hogy mi a te jelenlegi helyzeted. Ez a három kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kép arra utal, hogy te szomorú vagy, hogy sok minden történt a múltban, ami téged megvisel. Itt az a fontos, hogy talpra állj, és bízz abban, hogy a jövőben javulnak a dolgok. A középső képen a holdat látjuk, és az azt jelenti, légy visszahúzódó. Ő jönni fog, te megkapod őt, bízz ebben. A hold jelenti a te vágyaidat, a te álmaidat is. A hold után látjuk a napot, és az mutatja a valódi helyzetet. Tehát az, amiről te álmodozol, az megvalósul, az látható lesz. És biztos lehetsz abban, hogy megvan ez a kisugárzásod, és ez a vonzó erő. A következő három kártyánál megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. A jobb oldali képen láthatunk egy hölgyet, aki hátat fordít és lezárja a múltat. Itt nem egy másik nőről van szó, hanem a képeknek szimbolikus jelentése van, és ez mutatja az ő tartását. Valamit le akar zárni a múltból. A kelyhek utalnak az ő érzelmeire, ennél a kártyánál a múltról van szó. A 8-as szám azt jelenti, hogy a múltban mindig volt egy ilyen húzavona nála. A középső képen láthatjuk az ő tartását, egy új irányba tekint. A kezében van egy bót, és az azt jelenti, kezébe veszi a dolgokat, keres egy kiutat, ezen a képen megjelenik a tűz eleme, és a tűz eleme jelenti az ő bátorságát és a lelkesedést is. A harmadik kártyánál szintén a kelyhekről van szó, tehát az ő érzelmeiről. Az azt jelenti, hogy neki megvannak az álmai, és ő gondol rád, te vagy a középpontban, de a 9-es szám a korlátozásokra utal. Vagy nem tudja kimutatni az érzelmeit, vagy visszahúzódik, és tanít téged, korlátoz téged. De a későbbiekben biztos lehetsz abban, hogy lesz kapcsolat kettőtök között. És most megtekintjük azt, hogy mi fog történni nálad a következő három hónapban, mire kell, hogy gondolj, mi legyen a terved, mi fog megvalósulni a következő időben. Ezt mutatja nálad majd a felső három kártya. Az első képen, tehát bal oldalon láthatunk egy hölgyet, és a kezében van 4 érem. A kezébe veszi a dolgokat, az érmék jelentik az anyagiakat, a munkahelyet és az értékeket is. Az lehet egy belső érték. Ennél a hölgynél érezhető, hogy mennyire fontos
az anyagi jólét, fontos a biztonság érzete, és ez, ami nálad érezhető lesz december hónapban. Az anyagiak, a munkád áll a középpontban, és keresed a párkapcsolatban a biztonság érzetét. De látható ennél a hölgynél, hogy ő nem szabad. Talán nem is boldog, mert szeretne valamit erővel megfogni. Tehát vigyázz arra, hogy hogy legyen a kapcsolat kettőtök között, mert ha ő érzi, hogy te őt fogni akarod, akkor vissza fog húzódni, és ez csalódáshoz, szomorúsághoz vezet. Ami előnyös ennél a képnél, hogy mutatja az értékeket, ő értékes számodra, te vagy értékes számodra, mutatja belső értékeket, és azon kívül az érmék jelentik a föld elemét, és azok a reális dolgokra utalnak. Ha ő visszatér hozzád, ő nyújt számodra valamit, de légy türelmes, amíg kialakul kettőtök között egy tartós párkapcsolat. Ezt mutatja a kép középen egy királynő. Ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, az érezhető lesz jövő év januárjában, kezedbe veszed a dolgokat, uralkodsz a helyzeten, uralkodsz a gondolataid felett, az érzelmeid felett, és itt látható ezen a kártyán a tűz eleme. Az mutatja te bátorságodat, a lelkesedést, és a harmadik kártya utal egy új kezdetre, ami nálad február hónapban lesz. A gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet, de jelentheti a gyermekeket is, vagy a te gyermekkorodat, az emlékeket, és a kelyhek utalnak az érzelmekre. Itt a múltról van szó, a hatos szám ugyanarra utal, ezek lehetnek kármikus témák is. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a következő három hónapban. Vagy miről kell, hogy elgondolkozzon, mik az ő tervei, ezt mutatják a kártyák. A jobb oldali kép mutat egy botot. Ő ezt most a kezébe veszi, és intézi a dolgait. Itt látható a tűz eleme, tehát ő bátran fog cselekedni, és fontos döntéseket hoz. Aktív lesz. A középen lévő kép utal a kelyhekre, tehát a víz elemére. A víz eleménél érzelmekről van szó. Ezek az ő vágyai, reményei, álmai, és ez a kártya tényleg álmokra is utal, mert a hetes számnál a hold energiájáról van szó, és az szimbolizálja a mély érzelmeket, a vágyakat, az álmokat, az is lehet, hogy megjelensz az ő álmaiban. Ez mutat január hónapra. És az első kép, ez a bot a tűz eleménél, az pedig a december hónapra. Mi történik februárban? Az látható a harmadik képen, kell számára a belső egyensúly. Itt lesz köztetek egy kapcsolat és egy harmonikus kapcsolat. Ő szeretné ezt a nyugalmat és ezt a harmóniát átélni.
Most megtekintjük nálad a titkokat. Azt, amit te még nem látsz, mert láthatatlan, ez egy titok, vagy a későbbiekben fog bekövetkezni, és jelenleg még nem látható. Az első képen bal oldalon láthatunk egy érmét és egy életutat, az arany középutat. Ez az érem a te értékeidet szimbolizálja. Persze utal anyagi dolgokra is, vagy a munkádra, de ez fontos, hogy lásd a te saját értékeidet. Bízz abban, higgy abban, hogy te értékes vagy számára, te értékes vagy mások számára is. Azon kívül ez az arany érem szimbolizálja a föld elemét. Az utal a reális dolgokra. Az, amit te elképzelsz, az megvalósul. Te hinned kell ebben. Ha így gondolkozol, akkor mi következik? Az látható itt a középső kártyán. Szintén az arany érmek láthatóak, de ebből több van. Ez utal pénzügyi dolgokra, vagyoni dolgokra, és itt minden rendben lesz nálad, mert van ez a növekedés. Itt látható ezen a képen, hogy minden rendben van. És ez nem csak az anyagiakra utal, hanem a párkapcsolatra is, mert ez értékes számodra, mert te vagy értékes számára. Mert ez a szerelem mindkettőtöknek értékes. És így kialakul valami, egy elképzelés megvalósul. A harmadik képen láthatunk egy királynőt. Te vagy ez a királynő. A kezében van egy arany kehely. Az szimbolizálja a víz elemét. Tehát ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. Ezek az álmaid, ezek az érzéseid. Itt szeretetről, szerelemről van szó, és mint ez a királynő mutatja, légy büszke, legyen ez a tartásod. Ez tesz téged olyan titokzatossá. Most megtekintjük az ő titkait. A jobb oldali képen láthatók az érmék. Ez utal anyagi dolgokra, utal a munkahelyére, és utal a belső értékekre is. Itt felteheti a kérdést, mi vagy ki értékes számára. Itt tanulnia kell valamit. Ott van az a diák, és a tanárok figyelik azt, hogy hogyan dolgozik. A hármas szám jelentheti azt, hogy ő keres mindig egy kiutat, vagy hogy mások beleavatkoznak az ő életében, egy harmadik személy, és ezt meg kell, hogy tanulja itt ezt lezárni. Saját döntéseket hozni, és nem jó az, ha mások beleavatkoznak a dolgaitokba. A kártya középen utal arra, ami segítene neki. Ez a belső világ, ez a meditáció. Akkor ő, ha így áll a dolgokhoz, tud saját döntéseket hozni, amit ez a lovas szekér vagy hintó is mutat. Kezébe kellene venni a dolgokat, neki kellene irányítani mindent, mégpedig abba az irányba, amit a fehér ló mutat, mert ez egy egyenes út, a fekete ló fékez valamit, mert ez jelenti a félelmeket, a bizonytalanságot. De visszatérve erre a középső képre, a négyes szám azt mutatja, hogy mennyire fontos
számára a biztonság érzete, nem csak anyagilag, hanem a párkapcsolat területén is. A kártya ott fent középen azt fogja mutatni, hogy mi az, ami kettőtöket összeköt. Ezen a képen látható a te lelki társad, és ő győzni fog. Meggyőz téged, hogy ő az igazi számodra, és meggyőz téged, hogy te vagy az egyetlen hölgy az életében. De volt valaki a háttérben, én mondtam is neked, itt anyagiakról van szó, és azt láthatod nála, a titkos kártyáknál, az alsó három kártya mutat erre. A jobb oldali kártyán, ahol az érmék vannak, és valaki figyeli őt, ezek titkok, mert ő ezt nem tudja, hogy ez a hölgy a háttérből figyeli őt. Nem a privát életét, hanem az üzleti dolgait. És el kell, hogy szabaduljon ettől a nőtől, mert nincs jó hatással rá. És most jön még egy meglepetés, egy lelki üzenet. Siker, szerencse és jólét, ez, ami hozzád tartozik, ezt megkapod. Örülj mindennek, és élvezd az életedet. Ez volt a lelki üzenet. Kedves Mirjen, így tudtam ezt a jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!